Nagy volt az érdeklődés a június 24-én megtartott 23. országos polgárőrnap és 6. országos lovas polgárőr szemlén. A nyíregyházi rendezvényen 150 új tag csatlakozott fogadalomtételével a polgárőrséghez, valamint kitüntetéseket és jutalmakat is átadtak az ingyenes szolgálatot teljesítők közül azoknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A polgárőrnap értékelő fórumát szerdán tartották Nyíregyházán a közreműködő egyesületek részvételével, amelyen az Országos Polgárőr Szövetség elnöke arról beszélt, a rendezvény a 25 éves polgárőrség történetében a legszínvonalasabb és legszervezettebb esemény volt. Túrós András kitért arra is, évente 3-4 ezerrel nő a polgárőrség tagjainak száma. 2000 egyesületben 61 ezer polgárőr teljesít szolgálatot, és azt én külön örömtelének gondolom, hogy évente 3500-4000 fővel nő a polgárőrségnek a létszáma, és ez azt bizonyítja egyébként, hogy a polgárőrség vonzó, és egyre többen vannak olyan emberek, akik valamilyen közösséghez, mondjuk a polgárőrséghez akarnak tartozni, illetve hát rendpártiak, és nagyobb rendet, nagyobb biztonságot szeretnének a településükön. Az eseményen elhangzott, a megyei polgárőrségnek nagyon jó a kapcsolata a rendőrfőkapitánysággal. A polgárőrök kimagasló létszámban és óraszámban teljesítenek a rendőrökkel közös, illetve önálló szolgálatot a közterületeken. Az együttműködés kiváló a két szervezet között, de a kapcsolatok fejlesztésére több területen is van lehetőség. Finom hangolásokra vannak szükségek, az alapstratégia, az alapelgondolás az egységes, ugyanúgy gondolkoznak ők is, mint ahogy mi is gondolkozunk. Most egy másik irány, amivel próbálunk beindulni, az az illegális migráció elleni fellépés. A határterületen kvázi ilyen határrendész polgárőröknek a felállítása és tevékenységének a megindítása, erre is megtörténtek már a kezdeti intézkedések és a lépések, megfelelő felkészítésen fognak átesni, ebbe lehet erőre lépni, illetve talán az általános bűnmegelőző tevékenységen felül még talán lehetne fokozni a közlekedési polgárőrségnek a tevékenységét, de hát tudomásul kell venni, hogy a polgárőrök önállóan, bér nélkül, saját szabadidőket feláldozva hajtják végre a szolgálataikat, és ezt nekünk is bizony tudomásul kell venni. Az idei és a jövő évi költségvetésben a kormány több mint 1 milliárd forintot biztosít az OPS-nek, ami ötszöröse a 2010-es összegnek. A polgárőr önkéntesek létszáma is folyamatosan bővül, csak tavaly 5000-en csatlakoztak az egyesületekhez. A megyében 6300 polgárőr teljesít szolgálatot. A rendőrséggel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, hiszen már itt azt mondhatjuk, hogy évtizedekre visszamenőleg együtt dolgozunk, végezzük a közrend közbiztonság érdekében a tevékenységünket településeken, ahol ugye van olyan település, ahol ritkán jut el a rendőr, vagy például át vannak vezényelve most jelenleg ugye a déli határa, tehát nyilván ők létszámcsökkenés van. Ezt mi polgárőrök megpróbáljuk pótolni. Az Országos Polgárőrnap értékelését követően Kovács Ferenc polgármestertől és Túrós Andrástól 23-an vehettek át elismeréseket a szervezésben kinyújtott kimagasló tevékenységért.